sajtóztam. Mondd már be egy kicsi! Azt, amit eddig sajnálom, én nem tudok jobban kiabálni, én elkértem a mikrofont, mert nem azták, hogy semmi baj, hogy tovább. Tarts meg! Ott a mikrofon! Ott van a mikrofon! Nem hallom semmit. Egy-kettő. Szóval emberek, aki nyomon követte az elmúlt hetek eseményeit, akkor az ítéletből következően megérthetik azt, amit eddig szajkóztam. És felismerhetik mindazt, amit az ellenség vagy a félrevezetettek mondtak. Lehet, hogy nem fogtok örülni ennek, amit most mondok, de sajnos a kúria ebben az ítéletben kihozta a maximumot, fejtett szándékom volt. Amikor az első mondatot meghallottam az ítéletről, hogy amint befejezik a mondani valójukat, felállok, és jó hangosan azt mondom, hogy ez egy gyalázatos ítélet, és a kúria felelős a további vérontásért, öngyilkosságért, és gyermekek megnyomorításáért. Sajnos nem állhattam fel, mert a kúria egy mondattal megindokolta azt, hogy miért hozta ezt az ítéletet. A kúria megindokolta azzal, szó szerint majdnem idézem emlékezetből, hogy nem tehetett más, mint figyelembe kellett vegye, úgy az alperes, mint a felperes, azon nyilatkozatát, hogy nem vitatták a deviza meglétét és a deviza konverzió megtörténtét. Hát hogyha nem vitatta, ez egy teljesen az elejétől a végéig egy elhibázott kereset volt. Tehát ha nem vitatták a konverzió meglétét, hát a kúria nem tehetett más, mint meghozta azt a döntést, hogy a kereskedelmi ár és a deviza árfolyam, mindenkori árfolyam alapján plusz-minusz 0,5% lehet. De megindokolta, kihangsúlyozta a bírónő, hogy nem tehetett más, mint elfogadni, a beadvány alapján, hogy nem vitatták, tehát elfogadták azt mindketten, úgy az alperes, mint a felperes, hogy itt valós deviza jogügylet létrejött. Emberek, miről beszélünk? Sajnos ebben az esetben a kúria nem tehetett más, hiszen tudjuk, hogy jogszolgáltatás van, és azt vizsgálhatta most a kúria, amit beadta, de ettől függetlenül nem mentesül a kúria felelősség alól. És egyébként is hivatkozott arra az ügyre, ami bent van most Luxemburgnál. Ott mi hivatkoztunk arra, hogy mi nem fogadjuk el a deviza meglétét, éppen ezért, hiszen az ítélőtábla is megmondta, hogy ha nem történt valós deviza konverzió, átváltás, és nem tudta a bank, az OTP bank nem tudta bizonyítani pénzügyi bizonylatokkal vagy konverziós bizonylatokkal az átváltás megtörténtét, akkor kereskedelmi állést? Sajnos itt egy teljesen elhibázott kereset alapján volt nagy elvárásunk, de most megérthetik az, amiről beszéltem, hogy akárhogy dönt a kúria, ha jóvá hagyja, ha nem hagyja jóvá, nem mentesül attól a bankszektor, hogy anélkül, hogy bizonyítani tudná az adósok fele a pénzügyi átváltásról a bizonylatokat, vagy a konverziós bizonylatokat, nem számolhat fel sem árfolyamot, sem kereskedelmi árést. Sajnos sokkal előrébb nem lettünk ezzel az ítélettel, viszont a jó hír, nézzük pozitívan, hátrébb sem kerültünk. Ez viszont nagyon-nagyon jó dolog, hogy hátrébb sem kerültünk, emberek. Sajnos a harcot folytatni kell, és akkor lesz győzelem, tessenek elhinni, akkor lesz győzelem, hogy most már elég sokan, és ezt százszor elmondtam, és még ezerszer el fogom mondani önöknek,
hogyha elég sokan önök közvetítik az ismerőseik fele, a barátaik fele, hogy mi az alapállás. Addig, amíg a bank nem tudja bebizonyítani, hogy a törvények alapján is valós devizamozgás létrejött, a törvények alapján a rendelkezésre bocsátás megtörtént, a pénzügyi bizonylatokat, az átváltási és konverziós bizonylatokat nem tudja felmutatni, addig nincs miről beszélni, és ebből az egyítéletből tanulhatunk, hogy ilyen keresetet senki ne adjon be. Ebből most, akik valójában profitálnak, azok az ügyvédek, ez alapján itt most, tehát ez alapján már biztosra lehet menni egy elszámolásra a bankok fele, mert a kurja kimondta, hogy vissza kell, hogy fizessék. Tehát, hogyha nagyobb mértékben számoltak fel kereskedelmi ár is, mint amit most meghozott a kúria, akkor azt vissza kell fizessék. Tehát ilyen szempontból jó az ítélet, de ez olyan pici összegek lesznek, és nem eredményezi a szerződés semmiségét. Tehát itt most valójában az ügyvédeknek én szerintem kedvezni fog ez, tehát valamit fel fognak tudni mutatni az adósoknak, kérdés, hogy mit mennyiért. Emberek! Miért nem tud összeállni a kompányosokkal? Akkor miért nem állt ki, amikor ki kellett állni? Miért nem tudunk közösen harcolni? Hadd kérdezzem meg! Erre adjon egy konkrét választ! Azok összefogás kellene! Azok konkrét választ önnek. Először is azt kérem öntől, hogy tisztességes hangnemben szóljon hozzám. Nem mondtam semmi rondát! Ez rikácsolás! Elmondom akkor még egyszer. Semmi bajom nincsen a kompánycsoporttal. Februárban is szót adtunk nekik, csatlakoztunk hozzájuk, ők hozzánk. Az a helyzet, hogy ez a tevékenység ilyen módon nem vállalható, ész kell ehhez a háborúhoz. Észjárás kell, nem hőbörgés. Én ezt képviselem, amennyiben ők ehhez tudnak csatlakozni. Én tárt karokkal várom őket. Majd ezt tudod meg! Ezt tudod!